Így jönni ilyenkor is. Legyen akár reggel, legyen akár este, Uram. Méltó vagy a dicséretre. Neked szánjuk a figyelmünket most, és szeretnénk hallani tőled. Így kérlek, engedd, hogy a lelkünk így megpihenjen előtted. Hogy arról a békességről, amiről olvasunk az igédben, arról ne csak az igéden lapjain találkozzunk, hanem megéljük a lelkünkben. Azt az örömöt, amiről te bizonságot tettél, amit te éltél, azt mi megtapasztaljuk a szívünkben, és a te jelenléted az kézzelfogható és megtapasztalható legyen. Odaadjuk ezt az időt neked, Uram, és köszönöm, hogy szeretsz minket, és egy csomó áldás van a szívedben erre az időre számunkra. Azt mondja a te igét, hogy annyi jó gondolat van te benned felőlünk, mint tengerpartján a homok, meg se lehet számlálni. Mert te egy jó Isten vagy. Te egy gyöngét szerető Isten vagy, és jó veled, Uram, együtt lenni. Köszönjük ezt az estét. Jézus nevében. Amen. Dicsérjük az Urat. Sziasztok! Mielőtt elkezdünk gitárosan énekelni, én hoztam nektek ajándékba egy dalt, amit valószínűleg sokan ismertek, mert rajta szoktak lenni ilyen karácsonyi albumokon. Szeretném, ha megtanulnánk ezt a dalt a világ történelem legnagyobb dicsőítés vezetője, Johann Sebastian Bach írta. Kicsit barokkos, de nagyon-nagyon szép a szövege. Nem egy egyszerű, nem egy kis Jézuskás karácsonyi dal, hanem egy nagyon tartalmas és elgondolkodható szövege van. Mi ezen így sírni szoktunk karácsonykor ezen az éneken, annyira megható. Hát fogadjátok szeretettel, először elénekeljük a Nórival az első verszakot egyszer, aztán megismételjük, hogy be tudjatok lépni, aki nem ismeri esetleg. Ím jászlad mellett térdelek, ó Jézus üdvösségem, elhoztam minden kincsemet, mit ingyen adtál nékem, a szívem, lelkem, életem, ó, fogad tőlem kedvesen, ne szolgáljon csak téged. Most még egyszer, most hallottam, már énekeltetek, nagyon ügyesek vagytok, biztos ismeritek ti is. Próbáljuk meg akkor még egyszer, még lehet még lelkesebben. Ím jászlad mellett érdelek, ó Jézus üdvösségem, elhoztam minden kincsemet, mit ingyen adtál nékem, a szívem, lelkem, életem, ó, fogad tőlem kedvesen, ne szolgáljon csak téged. Te megszülettél én nekem, még akkor nem is éltem. Kiválasztottál engemet, és földre jöttél értem. Még meg sem alkotott kezed, és lelked már elvégezett az én üdvömre minden. Csak egyet-egyet kérhetek, egy égi jóra várok, hogy a szívemben védj helyet, ó Jézus, bárhol járok. Tedd jászladdá a szívemet, jár térbe és betér veled, az öröm égi fénye. Nagyon jó volt, köszi.
Uram, szent vagy, hatalmas vagy, te vagy méltó dicséretre. Veled járok, rád tekintek, és szeretlek minden napon. Új dalt zenged, és áldom, királyom, ki méltó, csak ránézek, őt várom, leborulva imádom. Új dalt zenged, és áldom, királyom, ki méltó, csak ránézek, őt várom, leborulva imádom. Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Uram, szent vagy, hatalmas vagy, te vagy méltó dicséretre. Veled járom, rád tekintek, és szeretlek minden napon. Új dalt zengek, és áldom, királyom, ki méltó, csak ránézek, őt várom, leborulva imádom. Új dalt zengek, és áldom, királyom, ki méltó, csak ránézek, őt várom, leborulva imádom. Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Új dalt zengek, új dalt zengek, és áldom, királyom, ki méltó, csak ránézek, őt várom, leborulva imádom. Új dalt zengek, és áldom, királyom, ki méltó, csak ránézek, őt várom, leborulva imádom. Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Te vagy a megváltóm, és az életem tiéd. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek. Az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek. Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek. Itt az igaz szeretet, ha Jézushoz elvezet. Békesség, békesség embernek. Dicsérjük a szent angyalokkal, imádjuk
hűpásztorokkal, az isteni gyermeket, mi minket így szeretett, dicsérjük, imádjuk és áldjuk. Dicsőség az örök atyának, és értünk született fiának. Hála a Szent Léleknek, áldások út fejének. Dicsőség, dicsőség Istennek. Örvendj világ, az Úr lejön, fogadd a nagy király, szíved kitárt, várd készen őt, zeng most glóriát, zeng égföld glóriát, és zeng, és zeng. Örvendj világ, az Úr lejön, fogadd a nagy király, szíved kitárt, várd készen őt, zeng most glóriát, zeng égföld glóriát, és zeng, és zeng. Jézus az Úr, a megváltó, harsogjon énekünk, patak és rét, hegy, völgy, birtó, mana örömünk, zeng ma nagy örömünk, zeng hát, nagy örömünk. Örvendj világ, az Úr lejön, fogadd a nagy király, szíved kitárt, várd készen őt, zeng most glóriát, glóriát, zeng, és zeng most glóriát, és zeng, és zeng most glóriát. Jézus az Úr a megváltó. Jézus az Úr a megváltó, harsogjon énekünk, patak és rét, hegy, völgy, birtó, zeng hát ma örömünk, zeng ma nagy örömünk, zeng hát nagy örömünk, zeng hát nagy örömünk, zeng hát, zeng hát. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztoró, hogy Betlehembe
sietve menve, lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, ő lesz ennéktek üdvözítőtök valóban, valóban. Mellette vinna az édesanyja, Mária, Mária, széna közt fekszik, jászolban nyugszik, Szent fia, Szent fia. A gyermek Jézus, imádjuk, imádjuk, a nagy Úristen ilyen nagy jóért mind áldjuk, mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztoró, pásztoró, hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Gyertek, imádjuk őt, hogy köszönjük meg, hogy ő nem maradt a jászolba, hanem eljött, és tovább ment azon az úton, amire Isten küldte őt. És ő lett a mi királyunk. Te vagy a királyom, téged áldlak szívemben, te vagy mindenem, az életem. Keresem az arcod, mutasd meg a szívedet, hadd rejtőzzek el benned, hatalmas Isten, trónodnál leborulva dicsérlek, téged vár, szívem szüntelen. Méltó bárány, aki értem adtad véred, minden imádat téged illel, téged illel. Te vagy a királyom, te vagy a királyom. Téged áldlak szívemben, te vagy mindenem, az életem. Keresem az arcod, mutasd meg a szíveden, hadd rejtőzzek el benned, hatalmas Isten, trónodnál leborulva dicsérlek, téged vár, a szívem szüntelen. Méltó bárány, aki értem adtad véred, minden imádat téged illet, trónodnál leborulva dicsérlek, téged vár, a szívem szüntelen. Méltó bárány,
aki értem adtad véred, minden imádat téged illet, téged illet. Mikor távol voltam én, te utánam jöttél, és szerető karoddal átöleltél. Most én megyek hozzád, és én ölellek át, és a szívem mélyéből hajkam téged át. Trónodnál leborulva dicsérlek, téged vár a szívem szüntelen. Méltó bárány, aki értem adtad véred, minden imádat téged illet. Trónodnál leborulva dicsérlek, téged vár a szívem szüntelen. Méltó bárány, aki értem adtad véred, minden imádat téged illet, téged illet. Téged illet, téged illet. Uram, valóban minden imádat egyedül téged illet. Ezen az ünnepen is, meg minden más ünnepen és minden hétköznapon mindig csak téged illet az imádat. És szeretnénk most úgy megérkezni erre az ünnepre, itt és most, hogy letesszük eléd tényleg azt, amit tudunk adni, és tényleg neked egyetlen érték van, az pedig a szívünk. Kérlek add, hogy megnyissuk előtted, és gyere be, és tisztítsd meg, és gyomláld ki azt, amit ki kell belőle. Te töltsd be minket a te lelkeddel, te eleveníts meg minket a te igéddel. Amen. Isten hozott, még egyszer. Tök jó volt ez a dal, amit énekeltünk az elején, Bachtól. Máskor is, Dani, hozzá légy szíves ilyeneket. Ilyen oratóriumokat is esetleg megpróbálom. Ilyenkor tudom, hogy az embernek egy csomó dolga van. Karácsony a nyakunkon. Milyen fura így kimondani, nem, hogy a karácsony a nyakunkon. Mintha valami feladatként apostrofálnánk azt, hogy karácsony lesz. És pont ez az, amit nem szeretnék. Lehet, hogy háziasszony vagy, és gondolkozol, hogy még mennyi mindent kéne csinálni, be kéne vásárolni, ki kéne takarítani, el kéne készíteni az ajándékokat, meg kéne rendelni. Itt pont azt szeretném, hogyha most itt vagy, akkor ezt az időt szánd arra, hogy itt vagy. A gondolataidban is, és nem csak fizikailag. Ha férfi vagy, akkor meg lehet, hogy még az előző év gondjai, a terhei, még a munkahelyedről jössz, még az, amit ott a főnököd mondott. Engedd el, kérlek. Engedd el. Az a világ, ami itt körülvesz minket, próbálja úgy ünnepelni a karácsonyt, hogy kihagyja belőle Krisztust. De hogyha a karácsonyból kihagyod Jézust, a megváltót, akkor valljuk meg, nem sok értelme marad a karácsonyt ünnepelni. Persze van a világnak is egy verziója, az szól az előkészületekről, a karácsony ajándékokról, a karácsonyfáról és a sütésről és mindenről, és ezek tök jó dolgok, de ha csak ennyi, akkor az nem egy igazi ünnep a szívünkben. Itt van a karácsony újra. És szerdán volt az utolsó tanítási nap,
És én akkor vittem a gyerekeket le az iskolába, és láttam, hogy szinte minden ember az utcán vitt valami kis szatyrot magával. Ugye ott az útban iskoláz, és így megajándékozták egymást a gyerekek. És ez egy jó dolog volt. Én örülök, hogy ezt megteszik, de annyira jó lenne, hogyha a családok, mi, mások is, akik nem ide járnak, igazából meg tudnák ünnepelni azt, amit Isten tett értünk, amiről ilyenkor megemlékezünk, hogy Jézus odaadta az ő fiát nekünk, hogy ő eljött. Hiszen a karácsony középpontjában ő áll, és ettől válik igazi ünnepé. Én szeretnék egy Ézsaiásból vett részt megnézni veletek, az Ézsaiás 9. fejezetéből. Ez egy nagyon nevezetes ige rész, lehet, hogy fejből tudod. Nem Ézsaiás, hanem Ézsaiás. Ami nagyon képszerűen mutatja be Jézus Krisztusnak a személyét. Hogyha olvasok az evangéliumokat, akkor a 4-ből 3 evangélium beszél nekünk arról az eseményről, amikor Jézus megszületett, vagy ahogy Jézus eljött. Egyedül Márk evangéliuma az, amiben nem olvassuk ezt, ott már a felnőtt Jézussal kezdődik a történet, de képzeljétek el, hogy Ézsaiás szokták úgy nevezni, hogy Ézsaiás evangéliuma, mert olyan sok részletben és annyira részt pontosan beszél Jézus életéről, mintha egy evangéliumot olvasnánk. Pedig ezek profétikus üzenetek arról a szeméről, aki eljött 2000 évvel ezelőtt. Ézsaiásnak ez még 800 vagy 600 évvel előtte volt az ő idejéhez képest. Ha olvassuk a 8. fejezetet, ami a mai igerész előtt lenne, akkor egy elég sötét képet fest az nekünk, hiszen Isten az ítéletét hirdeti a népe felett, akik engedetlenek voltak, akik nem hallgattak rá, és Istennek meg kellett őket fenyíteni. Hiszen mondja is az ige, hogy Isten, akit szeret, azt megfenyíti, és az ő népével akkor keményen kellett bánnia, hogy magához közel tudja vonni őket újra. De a következő fejezet, ami a 9. fejezet, ahol azt gondolnák, hogy majd folytatódik Isten kemény üzenete, egyáltalán nem így folytatódik, hanem egy csodálatos profécia arról, hogy eljön a világosság. Nézd meg a 9. fejezet első versét, de nem ezt a részt fogjuk megnézni, hanem majd az 5. és a 6. verset. Jézus személyéről szól ez a két vers, föl is olvasom nektek, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában. Szóval értitek már, hogy miért mondtam azt, hogy Ézsaiás evangéliuma, hiszen olyan részleteket mutat Jézusról, amiről legközelebb majd csak az evangéliumok beszélnek. 2005-ben volt az, amikor készültünk Sárival az első közös karácsonyunkra, és Sárinak már nagy pocakja volt. Emlékszem, hogy van egy képünk is arról, még akkor nem ott laktunk, ahol most, van egy képünk a nappaliról, hogy állt egy feldíszített karácsonyfa, és egy kis ágy, amit elkészítettünk, hogy majd a Márkónak, aki ott ül hátul, 17 éves, hihetetlen, aki akkor érkezett, január végére vártuk, majd oda fektethetjük. És Sári a nagy pocakkal így egymás felé fordulunk, nekem is nagy pocak, csak én más miatt. És így alig vártuk, hogy Márkó megérkezzen. Egyébként sokáig azt hittük, hogy kislányunk lesz, aztán nem. Na mindegy, volt egy lány nevünk, a Hanna, ő lett volna Hanna, csak ezt a nevet nem tudtuk elhasználni, ugye? Ez így megmaradt talomba, nyugodtan használjátok, egészsége. Majd a 6., ja, köszi, Dani. És ugyanilyen várakozás volt a messiás eljövetelével kapcsolatban is, hogy eljön majd egy gyermek, akiről itt Jézus, akiről itt Ézsaiás szólt. Akkor még nem volt ultrahang, hogy itt tudták volna, hogy majd egy fiú érkezik, de a Szentlélek megsúgta ezt Ézsaiásnak, hogy egy fiú fog érkezni. Egy gyermek adatik nékünk. Mi volt ebben a hírérték? Hát mi az, hogy egy fiú, egy gyermek születik nékünk? Hát ennek önmagában így nem sok hírértéke van. Minden nap gyermekek születnek. Izraelben is több 100 naponta.
Hát ennek önmagában így nem lett volna hírértéke, de így folytatódik az igevers. Egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nekünk. A héberben az ismétlés az a nyomaték adásnak az egyik módja. Mert annyira fontosnak tartotta, hogy elmondja, hogy ez a fiú nem csak megszületik, hanem ez a fiú adatik nékünk. És ez teszi őt egyedülállóvá. Minden gyermek Istentől jön, minden gyermek Isten ajándéka, de csak egy gyermek az, ami fentről adatot nékünk, és ez a megváltó Jézus Krisztus. Miért különleges Jézus? És ez az vers rámutat. Mert rámutat Jézusnak a kettős természetére. Rámutat, hogy ő megszületett, emberré lett, de rámutat arra, hogy ő teljesen Isten. Teljesen ember és teljesen Isten. Ettől nagyon különleges egyébként szerintem a karácsony, hogy belegondoltok, hogy Isten, a mindenható megszületett, és egy jászolban fekszik, egy istállóban. Tudott volna egyébként felnőttként is eljönni. Neki nem lett volna semmi probléma ezzel, hogyha felnőttként jelenik meg, és bevégzi a kereszten a váltságunkat, és nem lett volna az üdvösség munkája semmivel se kisebb. De ő eljött gyermekként, hogy teljesen megértsen minket, hogy teljesen a mi bőrünkbe bújjon. Teljesen emberként. Az örökkévaló. Annak, akinek a létezésének nincs kezdete és nincs vége. Eljött a rendelt időben és megszületett. Jézus, az Isten fia, a Szent Háromság második személye. Emberi formát vett fel az isteni mellé. Ez szinte érthetetlen, hogy a kettő hogy tudott együtt létezni benne. Ez a titka és a misztikum a karácsonynak, hogy hogy lehet Jézus egyszerre Isten és ember, de egy élet ő, a teremtő, az ő teremtésével. Én nagyon szeretném nektek ezt a csodát egy kicsit kibontani, és rámutatni, hogy Jézus, amikor eljött, mennyire visszatükrözte azt, hogy milyen ő, hogy milyen szolga királyunk van. Mert amikor eljött Jézus, akkor kis csecsemőként ott volt egy jászolban, ráutalva két felnőtt emberre, Józsefre és Máriára. Teljes kiszolgáltatottság, teljes sebezhetőség, teljes függőség, amit látunk a saját gyermekünkben, amikor megszületik, hogy milyen kis törékeny, milyen kis apró. Emlékezzetek vissza, amikor a tiétek volt akkora. De ő, ez a törékeny kis gyermek, természetét illetően másrészről a Logosz, Isten igéje, az, aki szavával alkotta a mindenséget, aki a szavával tartja fent a mindenséget. Felvállalta ez az Isten, hogy meg kell tanulnia újra beszélni. Mert nem úgy jött világra, bár pár legenda mondja, hogy Jézus, amikor megszületett, akkor bemutatkozott, vagy valami hasonló. Nem, ő úgy jött el, mint egy gyermek, akinek meg kellett tanulnia az anyja szavaiból, hogy milyen a beszéd. A mindenható Isten ezt felvállalta. Az, aki a tejutat végig tudta volna járni, és a csillagokat arra tudta volna pöckölni, felvállalta, hogy meg kell tanulnia járni. Használni a lábait. És látjuk az ő természetét, hogy születésétől fogva az evangélium minden története bemutatja, hogy mennyire törődött a körülötte lévő emberekkel. Hogy hogyan szolgált feléjük. Nem egy fényes hotelban született, hanem egy nagyon-nagyon egyszerű istállóban. Néha, amikor ilyen jászlakat csinálnak, szoktak jászlak, vagy betlehemes jászolt készíteni főtereken, akkor nagyon ilyen csillivillire csinálják. Egyébként hát milyenre csinálnák, ha ilyen kis lepattant lenne, senki nem nézné meg, de igazából az egy ilyen nagyon lepattant dolog volt. Hát ki az, aki így feldíszítette karácsonykor az istállóját? Na mindegy, most ez ilyen... Tehát, és ott született Jézus egy ilyen nagyon egyszerű istállóban. Sőt, gondoljátok el, hogy felvállalta azt a sztorit, hogy ezt a szeplőtelen fogantatás születést, ami később annyi bonyodalmat és annyi vádat okozott, annyi támadási felületet adott, és Jézus ezt felvállalta. Az, aki soha nem vétkezett, hogy kiteszi magát ezeknek a vádaknak. És nem királyok ajtajához ment zörgetni bebocsájtásért, hanem nagyon egyszerű emberek szívét akarta elérni. Az első örömhír a születése kapcsán a pásztorokhoz jutott el. Egyszerű pásztorokhoz, akik az akkori társadalom
lenézettebb emberei voltak, számkivetett emberei, és neki, hozzájuk mentek el az angyalok. Örömhírrel, ahogy ma is énekeltük. Sőt, amikor Jézus felnőtt, akkor egy ilyen porfészket választott arra, hogy felnőjön. Emlékeztek, amikor Názáretben nőtt fel, és később megtudták, hogy ő Názáreti, akkor kérdeztek, hogy hát bármi jó jöhetne Názáretből. Tehát így nem volt egy ilyen nagy hangzású hely. Jézus eljött emberként. És bárkinek a bőrébe belebújhatott volna. Ha én jöttem volna, biztosan ami nagyon sármos fiatalember bőrébe jöttem volna. Brad Pitt, vagy valami hasonló, vagy nem tudom ki az ügyeletes, sármos legény. De ő nem így jött el. Ő nagyon hétköznapi kinézettel jött el. Olyannyira, hogy a Getsemáné kertben emlékeztek, amikor jöttek őt elfogni, akkor azonosítani kellett, különben nem tudták volna, hogy melyikük ő. Sőt, amikor a kereszten az életét adta értünk, akkor bűnözők között feszítették őt meg. Mert ilyen, amit szolga királyunk Jézus. Mert ő egy szolga és egy király egyszerre. Amikor valaki király, akkor hogy valaki király lehessen, inkább így fogalmazom, annak van egy koronázási ünnepsége. Annak van egy beiktatása. Ő egy ideig trónörökös, aztán amikor meghal a király, akkor ő lép a trónra. De Jézusnál nem volt ilyen, ha belegondoltok. Nem volt olajjal való megkenetés, nem volt koronázás, nem volt, hogy meghaljon, és utána az ő örökébe lép. Mert ő nem egy olyan király, mint a földi királyok. Ő a királyok királya. És amikor megszületett, és csecsemőként ott feküdt a jászolban, akkor keletről jött bölcsek jöttek imádni őt már királyként. Ott azban a kicsi törékeny állapotában. De hadd mondjak neked még valamit ezzel kapcsolatban, hogy miért nincs koronázási ünnepsége Jézusnak? Azért, mert ő akkor király számodra, ha te őt királlyá teszed a szívedben. Amikor te őt megkoronázod a saját életedben, amikor átengeded az életed trónját, akkor van az ő koronázási ünnepsége a te életedben. Akkor lesz ő a te királyod. És akkor ünnepelheted őt, mint király. Remélem, hogy meghoztad már ezt a döntést. Jézus eljött. És egy határozott céllal jött el, hogy az életét odaszánja, és az életét odaadja. Nem volt más szabadítás terv, ha az ember kitalált volna egy szabadító akciót, az biztos nem így írta volna meg, ahogy Isten ezt kitalálta. Mert amikor megszületett, egyből az útja a kereszt felé vezetett. Hiszen ezért jött el, hogy váltságul odaadja magát értünk. Hogy meghaljon és harmadnapra feltámadjon, és a halálával megszabadítson minket, és a feltámadásával pedig életet szerezzen nekünk. Amikor itt ért a Földön, akkor mindent úgy tett, ami az Atyának kedves. Amikor én olvasok Jézusról néha, úgy nagyon vágynék, hogy ó, Uram, bárcsak úgy tudnék élni, mint Te. De észreveszem, hogy a saját erőmből ez nem megy. És azért imádkozom, hogy Te és én a Szentlélek erejével követhessük a példáját, hogy megtanuljunk úgy élni, hogy ő formáljon, ő erősítsen, ő vezessen minket a lelke által. Amikor ma ránézel a jászolra, így visszanézel 2000 évre ebbe a történetbe, akkor remélem meglátod a te királyodat ott feküdni. És meglátod ebben a gyermekben azt, akire neked szükséged van. Ugye az előbb mondtam, hogy egy gyermek mennyire kiszolgáltatott, mennyire ráutalt a szüleire, de mégis amikor megjött Jézus, akkor jöttek és hódoltak neki. Mert felismeri az ember, látva Jézusban, hogy nekem szükségem van rá. Remélem látod. Miért lenne szükségünk Jézusra? Azért, mert Ézsaiás így szól róla. Mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Ezért van szükségünk rá. Mert az uralom neki adatott. Menjen és földön, minden uralom néki adatott. Olvastam egy könyvet Gail Irvintől, egyébként itt van nálunk a könyvtárban, érdemes levenned a polcról és elolvasni, de egy pár gondolatot hadd idézzek tőle. Ő mondta azt, hogy amilyen az uralkodó, olyan az ország. Na hadd mondjam, hogy milyen Jézus Krisztusnak az uralma, milyen az ő országa. A mai politikusok, a mai idők politikusai azt nézik, hogy mi az, amit kaphatnak tőlünk. Szavazat, támogatás, pénz, leginkább. Jézus Krisztus viszont azért jött, hogy adjon. A mai idők vezetői szeretik, ha szolgák sokasága veszi őket körül. Jézusról pedig azt olvassuk, hogy
Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy szolgaként adja magát, hogy váltságul adja magát nékünk. A mai idők vezetői a hatalmukat használják arra, hogy országokat, hogy a saját birodalmukat felépítsék. Jézus viszont arra használja a hatalmát, hogy minket szolgáljon, és megtisztítson, és a lábainkat megmossa. A mai idők vezetői latba vetik a befolyásukat, hogy magukat feljebb emeljék. Jézus viszont eljött, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Értünk. A mai idők vezetői háborúkat vívnak, hogy egyik a másikat legyőzze. Jézus viszont békét hozott. Jézus viszont egységet hoz, és a szívnek a megpihenést. Minél magasabbra jut valaki egy társadalmi ranglétrán, annál megközelíthetetlenebbé válik. Annál nehezebb hozzá közel férkőzni. Jézus viszont hátrahagyta a legmagasabb helyet, és eljött, hogy közöttünk legyen. Az is az ő neve, hogy Immanuel. Velünk az Isten. Ő megközelíthető. A mai idők vezetői kétségbeesetten keresik a lehetőséget, hogy szerepeljenek a médiumokban. Viszont amikor Jézus itt járt a Földön, nagyon sokszor a névtelenséget választotta. Amikor tette egy csodát, megkérte ezt a szemét, hogy kérlek, ne mondd el másnak. Mert a népszerűség megakadályozta volna, hogy úgy szolgáljon embereknek, egy az egy, az ő, hogy a szemükben nézhessen. Mert ilyen ő. Mert neki adatott minden uralom. Ez fura, mert hogyha hallgatjuk a híreket, akkor nem úgy tűnik, mintha Jézusnak adatott volna minden uralom. Mert nem az ő szava érvényesül Moszkvában, Berlinben, Londonban, Washingtonban, Beirutban, Pekingben. Hogy neki adatott minden hatalom? De valójában, hogyha körülnéztek, és láttok egy egyszerű embert megszabadulni a rabságából, megszabadulni abból, hogy ő valaminek a rabja volt, odaadta az életét Jézusnak és megszabadult, akkor látni fogod Jézusnak az uralmát. Amikor látsz egy embert, látod a testvéredet örömmel olvasni a Bibliát, örömmel dicsőíteni, akkor látni fogod Jézus uralmát. Ha látsz olyan embert, aki feladja az ő ígéretes karrierjét azért, hogy szolgálja az Urat, hogy több időt töltsön a családjával, a keresztény testvéreivel, hogy adja magát az Úr elhívásának, akkor látni fogod Jézusnak a hatalmát. Ma is. Ha látsz egy pásztor tanítani, és szeretni az igét, és így szeliden vezetni a nyájat, akkor látni fogod Jézus hatalmát. Ma is. Vannak ma is emberek, akik hátrahagyják az otthonukat, elmennek egy világ, a világ másik részére, hogy az ottani embereknek elmondják az örömét. Ha látsz egy ilyen embert, akkor ma is látod ebben Jézusnak a hatalmát. Mert az ő uralma valóságos, és így mutatkozik meg. Gyakran a csendben, az egyszerű dolgokban. A te szívedben is lehet uralkodó ő. És lehet, hogy ezt a döntést meghoztad. Lehet, hogy úgy is gondolod, hogy Jézus uralkodik bennem. De én azt szeretném kérni, hogy most karácsonykor tedd őt újra a királyoddá. Tedd őt újra az első személye az életedben. Mit mond Ézsaiás még erről a szeméről, Jézusról? Elmond néhány dolgot, néhány szerepet, néhány tulajdonságot, néhány megnyilvánulást róla. Azt mondja, hogy az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Hadd mondjak erről a négy dologról csak pár gondolatot. Azt mondja róla Jézsaiás, hogy csodálatos tanácsos. Én 10x éve vagyok keresztény, és van, hogy így a keresztény járásom így megszürkül. És érzem, hogy így meg kell újulnom. És amikor korábban volt ilyen, akkor nem értettem, hogy lehet az, hogy így egy kicsit úgy elhalványulnak dolgok, meg természetesebbé válnak dolgok, de rájöttem, hogy ez az emberi természetnek a velejárója, hogy szinte mindent meg tudunk szokni. És akkor oda kell mennem az Úrral, és kérni, hogy újítson meg. És 18 év után is ma azt tudom mondani nektek, hogy ő megunhatatlan. Ő csodálatos. És én vágyom őt jobban ismerni. Vágyom vele járni. Szeretném vele tölteni az örökké valóságot, de az addig vezető út minden percét is. Sőt, azt mondja róla Jézsaiás, hogy ő egy tanácsos. Egy csodálatos tanácsos.
Isten rám bízott egy nagy családot. Isten rám bízott egy gyülekezet vezetését, és nagyon sokszor érzem, hogy hú, most tanácsra van szükségem. És milyen klassz dolog Jézusban megtalálni ezt a tanácsost. Hogy oda vihetem hozzá a kérdéseimet. És nem kell egyedül a saját bölcsességem szerint járnom. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a bolond helyesnek tartja maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Hát ki tudna jobb tanácsot adni nekünk, mint az az Isten, aki alkotott minket, aki látja a kezdetet, és látja a véget, és lát mindent egyszerre, kiterítve előtte minden. És én megkérdezhetem, Uram, mit tegyek most? Sőt, azt mondja az ige, hogy az ő tervei jók, az ő szándékai tiszták. A legjobbat akarja nekünk. Ő egy csodálatos tanácsos, és egy erős Isten. Erős Isten. Amikor olvassuk az evangéliumokat, akkor vannak olyan történetek benne, amik azt a benyomást keltik, figyelj, csak azt a benyomást keltik, mintha Jézus gyenge lenne. Mert ő sokszor mutatta a szelídséget, sokszor megmutatkozott szelíd természetének, sőt, meg is mondta, hogy tanuljátok meg rólam, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. És ha az ember felületesen megnézi őt, akkor a szelídség egy gyengeségnek hiheti. De nem. A szelídség pont nem az. Az nem gyengeség. Sőt, néha úgy érzem, hogy a gyenge emberek próbálnak igazán minden helyzetben bizonyítgatva erősnek mutatkozni, mert leplezni akarják a saját gyengeségüket, de Jézusnak erre nem volt szükség, ő mert szelíd lenni. Mert a szelídség az uralom alatt tartott erő, nem kellett keménykednie. Mert ő erős, erős Isten. Ő az erős Isten a te oldaladon. Ha van valami gond, ami nyomja a válladat, hidd el, hogy Istennek nem nagy gond. Nem okoz fejtörést megoldani. Jézus az erős Isten, aki a szavával alkotta a mindenséget. Az ő szava tartja egyben a mindenséget. Emlékszel, amikor beállt a hajó órába? Ott volt az a nagy vihar. A tapasztalt halász tanítványai már bedobták a törő között. Hogy már végünk, Jézus. Végünk van. És Jézus odállt a hajó órába, és azt mondta, hogy csendesedjél. És a szelek és a hullámok azonnal alább hagytak. A tanítványok, akik akkor már hetek, hónapok, évek óta Jézussal voltak, így elkerekedett a szemük, és azt mondták, hogy azt a hát kicsoda ő, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki. Hát ki ő? Ő a mi erős Istenünk. De azt is mondja róla Jézsaiás, hogy ő az örökkévaló atya. És ez egy ilyen furcsa dolog, hogy Jézus az örökkévaló atya. És én azt gondolom, hogy itt nem az atya, mint a Szent Háromság első személyére utal, hanem mint az atya a mindenségnek, az örökkévaló atya, aki a teremtésért felelős. Azt mondja az ő igéje, hogy ő alkotott mindent, ő általa lett minden, és minden ránézve teremtetett. Így olvasuk a Kolosséban. Ő elő volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. A negyedik dolog, amit Ézsaiás mond róla, hogy ő a békesség fejedelme. Ő volt az, aki megbékéltetett minket az atyával, és ő az egyetlen forrása az igazi békességnek is. Háborog most a szíved esetleg valami miatt? Lehet, hogy ez a vihar nem kívül van, hanem belül van. Ő a békesség fejedelme. És benne békére lesz. Benne a lelked végre meg tud nyugodni. Ő mondta ezeket a szavakat. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is csüggedjen. Nekem nagyon sokszor kell hallanom ezeket az igeverseket, mert én hajlamos vagyok aggódni, hajlamos vagyok csüggedni. Nagyon örlődni tudok bizonyos problémákon, és eszembe jutnak Jézusnak a szavai. Ne nyugtalankodjék a te szíved. Higgy én bennem. Bízz bennem. Hogyha érted ezeket, amiről most beszélek, akkor számodra
megünnepelni Jézust, az nem csak december 24 és 26 között történik. Akkor nem csak karácsonykor ünnepled őt, hanem ő a szíved királya, ő a te megváltod. Mert a te szívedben is már megszületett megváltóként. De ez nem történik meg magától. Hogyha ezeket tudod, amit mondtam, ettől még ő nem lesz ott a szívedben, nem tud téged megváltani, ahhoz neked egy döntést kell hoznod. Amikor meghalt a kereszten, akkor minden ember, minden vétkért odaadta önmagát. De attól, hogy mi üdvösséget nyerünk, az még nem ennek lesz az egyenes következménye. Ő egy ajándékot adott. Isten egy ajándékot adott az ő fiában. Ezt az ajándékot el kell tudnod fogadni. Azt mondja a Biblia, hogy az üdvösség nem jó cselekedetekért van, hanem kegyelemből, hitáltal. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy bárki dicsekedjék. Ez egy ajándék, de el kell fogadnod. Egy döntésen múlik. Lesz majd idő, amikor minden térd meghajol előtte. Amikor megjelenünk Jézus előtt, ott nem lesz olyan térd, aki ne hajolna meg, aki minden térdot meghajol, de ott nem önként lesznek, akik térdet hajtanak, hanem kényszerből. Viszont az a nagy áldás, hogy mi ezt önként itt megtehetjük. Térj meg a bűneidből. Érts egyet Istennel, hiszen az ige azt mondja, hogy minden ember vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Ez jelenti a megtérés, amikor erre azt mondjuk, hogy igen, Uram, én is ezek közé az emberek közé tartozom. Elrontottam, elszúrtam, vétkeztem, szükségem van rád. És azt mondja az ige, hogy vesd a te hitedet Jézus Krisztusba. A legnagyobb ajándék lenne, amit adnál Jézusnak ez, hogy a szívedet odaadod neki. Van egy régi vers, amit szeretnék felolvasni nektek. Így hangzik. Mit adhatnék néki, hiszen szegény vagyok. Ha pásztor lennék, akkor bárányt hoznék. Ha bölcs lennék, a magam részét. Mégis mit adhatnék neki? A teljes szívemet hozom. Lehet, hogy a te listádon is, a karácsonyi ajándékozó listádon van egy személy, akinek nagyon nehéz ajándékot adni, mert azt gondolod, hogy neki már minden megvan, mit adhatnék neki? És valahol azt mondhatnánk, hogy hát Isten is ilyen, hát mit adnánk neki? Hát neki mindene megvan, minden az övé. Hidd el, hogy sokkal könnyebb neki örömet okozni, mint gondolnád. Mert nem a teljesítményünkre vágyik, nem az ajándékunkra vágyik, nem az erőfeszítéseinkre vágyik, hanem a szívünkre vágyik. Abba az állapotba, ahol éppen tart. Emlékeztek, Jézus egyszer a templomban felállt, ilyen nagyon ünneprontó szavakkal, mert nagy csönd volt, mindenki imádkozott, felállt és elkiáltotta magát. Ha valaki szomjazik, az jöjjön hozzám. Ez egy nagyon erős meghívás volt. Ezt a hangot mindenki hallotta. Ha szomjas vagy, akkor gyere. Van, hogy az ember nem érzi magát szomjasnak. Akkor tudjátok, hogy mi az első lépés? Akkor azt kell mondani Istennek, hogy Uram, hadd legyek újra szomjas rád, hogy újra oda mehessek hozzád. Mert azt mondta utána Jézus, hogy ha valaki hozzám jön, iszik abból a vízből, amit én adok, annak a belsejéből élő víz folyamai kezdenek ömleni. Nem csak, hogy ő maga megelégedettebb lesz, őt megelégíti, hanem még ő lesz forrás más embereknek maga körül. Meg tud itatni majd mást. Jézus, aki az ő életében van. Ez egy olyan nagyszerű csoda. Szóval, hogyha gondolkod valamiben, hogy mit adhatnál ajándékba az Úrnak, akkor ez lenne az. Én szeretnék imádkozni veletek, és szeretnék áldást imádkozni rátok és a családotokra, erre az ünnepi időszakra. Ez nekem azért nagyon fontos, mert a tavalyi karácsony nekünk az ilyen szörnyen sikerült. És lehet, hogy emlékeztek, hogy erről beszéltem, nagyon, nagyon rossz volt így sok szempontból. És így annyira vágyom, hogy most más legyen. És kicsit úgy érzem, hogy én tavaly is azt szerettem volna, hogy jó legyen, hogy ez nem az én befolyásom alatt van.
Én annyira szeretném, hogy Jézus ott legyen az otthonomban, hogy uralkodjon bennem, uralkodjon a gyermekeimben, hogy ő legyen az otthonomban az első. És persze nem tudom ráerőltetni ezt másra, aki ezt a döntést nem így hozza meg, de ő békességet ígért, ő világosságot hozott, ő szabadulást, ő tisztaságot. És ezeket én meg akarom tapasztalni az otthonomban. Szeretném, ha most karácsonykor így megáldana minket. És tudom, hogy ő erre vágyik. És megáldjon titeket is, és a ti otthonotokat is. Meg a családtagjaitokat is, az együttléteteket. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a karácsonyt. És köszönjük, Uram, hogy ma itt megállhatunk előtted, hogy beszélhetünk rólad, és te itt vagy most közöttünk. Uram, az az imám, hogy áld meg az életünket. Látjuk, hogy azért jöttél, Uram, hogy szolgálj felénk, hogy megmosd a lábunkat, hogy felemeld a fejünket, hogy kiszabadíts a fogságunkból, hogy utat mutass nekünk, hogy vezess, hogy felépíts. És mi olyan hálásak vagyunk érted. Köszönjük, hogy eljöttél. Azért imádkozom, hogy áld meg az otthonainkat, gyógyíts meg azt, aki beteg. Olyan sokan betegek mostanában. Imádkozom, hogy áld meg az együttlétünket, a beszélgetéseinket, a házasságainkat, a gyermekeinkkel való kapcsolatunkat. Hadd legyen a te jelenlétedtől bearonyozva, Uram, ez az ünnep. És Uram, neked szeretnénk adni a szívünket újra. Lehet, hogy ezt a döntést már meghoztuk többször, de mi újra most azt mondjuk, Uram, a szívünk a tiéd. Legyél az első. Uram, imádkozom azokért, akik ezt a döntést még nem hozták meg, és érzik, hogy vágynak arra, amiről itt beszéltünk. Uram, imádkozom, hogy ezt a döntést itt most meg tudják hozni előtted. A te ígéd azt mondja, hogy ha valaki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ez ilyen egyszerű, Uram, mert te önmagadat adtad, és kifizetted az árat értünk. Neked nagyon sokba került, Uram, hogy mi így jöhessünk hozzád. Ilyen egyszerű módon, ilyen alázattal. És hálát adunk, Uram, hogy a tiéd lehetünk. Jézus, azért imádkozom, hogy a te lelked áradjon ránk, és használj minket. Túl azon, amire képesek lennénk a saját erőnkből. Add, hogy a te bátorító szavai jöjjenek ki a szánkon, amiről beszéltél. Aki iszik, annak az életéből feltör ez az élő víz. Uram, imádkozom, hogy a mi életünk ilyen legyen. Hogy most, amikor találkozunk majd a családtagjainkkal, barátokkal, rokonokkal, Uram, akkor a te szavaid buzogjanak fel bennünk, a lelkünkből. Hogy áldás lehessünk másoknak. Áld meg ezt a gyülekezetet is, Uram. Áld meg a közösségünket. És köszönjük, hogy így este találkozhattunk, és neked adhatjuk ezt az időt is. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Isten áldjon titeket. Látjátok, 4 gyertya ég, most meghiteleztük, hogy már advent van. Igazából karácsonykor kellett volna meggyújtani a 24-én a 4. gyertyát. De majd otthon meggyújthatjátok a ti 4. gyertyátokat. Legyen áldott estétek, nagyon áldott ünnepetek. Pihenjetek is. Bátorítsátok egymást. Nézzetek a feleségetek, férjetek szemébe, és kérdezzétek meg, hogy van, vagy mivel áltatnálak meg téged. Ezek bátor kérdések. Hallgass meg a választ is. Szóval egy csomó minden jót tartogat ez az ünnep számunkra. 31-én, ami vasárnap, reggel találkozunk. Most nem készültünk külön ilyen közös szilveszterezéssel itt a gyülekezetben. Ezért lehet, hogy ti önszervező módon csináltok valamit az otthonotokban, meghívhattok valakit a gyülekezetben. És új évet még nem kívánok, boldog új évet, már addig látjuk egymást. Na, hát Isten áldjon titeket!